akkor üdvözlet mindenkinek, ismét egy vonalbejárásnál vagyunk, egy Szártól Szárligetig, meg esetleg Tatabányáig próbálunk majd utat törni. Hát itt vagyunk a légi töltésen, egyébként még Szárd megállóhely közelébe. Most mehet. Gajászeg, és akkor most ketten fogjuk a vonalat bejárni, te helyi idegenvezetőm is itt van. Valamit a nézőknek mondasz? Indulhatunk, sziasztok! És akkor ezt nézzétek, itt az erdőben megy a régi nyomvonal valahol. És akkor itt csinált egy kunkort, és aztán majd úgy tér vissza a mostanihoz. És akkor meg itt kéne valahogy kimenni. Van egy épület, ez valószínűleg mávos őrház volt. Hát, nem tudom, hogy lakott-e, innen nem látszik. Na, kicsit közelebbre majd megpróbálom megnézni. És akkor nézzétek, itt vagyunk az egykori vágánytengelybe, és innen jobban látszik az őrhely, hát úgy tűnik, hogy lakaton. Legalábbis hivatalosan nem laknak benne. Hát ez valószínűleg egy vonatjelentő térközőr volt. Hoppá! Vannak tüskék? Na, kicsit. Nem hegyet, szompa. Na, itt van egy hegyet. Adja ma ezért? Na, akkor majd elvágom vele. Na, és ne vasson pofát. Ez nem fog ilyenkor, az... Igen, azt nem mondtam még, de hasznos tanács, hogy a térközt azt egymástól érdemes betartani. A hátulmenőnek főleg a visszacsapódó galjak miatt. Megvan az első tárgyi eszé. Bizonyíték, hogy itt bent a vasút, egy oszlopcsonk. Lehet, hogy még találunk egyébként a kobazaltkő maradványokat is, meg ilyenből még többet, mert ezeket itt is így szedték akkor ezek szerint össze, hogy csak elflexelték a vasoszlopot, a betonalapot, meg ott hagyták, mert úgy egyszerűbb volt. Ja, és egyébként itt van a töltés alja. Úgy tűnik. És itt meg mellettünk egy szántóföld, tehát az... Hogyha nagyon nagy lesz a gaz, akkor itt errefele tudunk menni. Mondjuk már így is többször kellett az ágvágót használni, hogy utat tudjak vágni. Hát ezt nézzétek, jó a terep. De az egykori töltés itt volt. És hát errefele kell tovább menni. Hát itt még azért szó-szó, de még úgy tűnik, hogy járható. Hát ezt nézzétek, itt van az egyesnek az új nyomvonala, és valahol ezen a szakaszon ment át, és itt volt a táv másik irányba folytatódott, ugye a másik oldalon. Nyilván akkor ez a felüljáró szerintem még nem volt itt. Hát valahol ott kéne tovább menni, és hát látjátok, itt van egy út is, legalább könnyebb lesz rajta haladni. És valószínűleg a régi nyomvonal meg itt mehetett valahol. Hát valameddig itt el lehet menni, aztán remélhetőleg még jó sokáig tudunk itt menni, ezen a földúton. Nem biztos, hogy pont ezzel, hogy pont a régi töltésre épül, de közel hozzá. Úgyhogy tovább egyenesen. És akkor majd még Szárdéget előtt még megint át fog menni egy helyen a másik oldalra. Utána viszont már beépített részen megy. Ezt nézzétek, egy újabb tárgyi emlék. Ez volt a régi vasúti töltés, most már biztos, és ez itt egy átedesz. Itt valami patak mehetett itt át, gondolom, a sinek alatt, vagy egy csatorna. Oda fönt van valami? Nincs, már itt a fővonal. Igen, itt azért elég közel ment hozzá. Annyi, megpróbálok fölmászni, hát ha látok valamit. És igen, na, innen viszont jól látszik. Ez volt a töltés. Hát, talán egy-két oszlopcsonkot még itt fel lehetne fedezni. És itt ment tovább. Van mellette egy földút, inkább ott kéne menni. És egy újabb átedesz, amiről eddig senki nem írt, hogy ez is van. De jól látszik a töltés is. És ott egy oszlopcsonk. Felső vezeték tartó oszlopnak a csonkja, ott van. És valószínűleg van itt még több is. És hát erről jöttünk. És erre megyünk. Ennyi. Ezt
Nézzétek, valahol Szádliget határában, és ismét fővonalhoz közel, de valahol itt volt a töltés, ahol most megyünk. Esetleg ott szembe. De. Csak hát eddig egy hatalmas dzsungelharc volt. Most már jelenleg járható. Na, azért látjátok, nem egyszerű, ám itt sem. De haladunk. Hát valahogy errefele kell tovább menni. Ezt nézzétek, megvan a töltés. Háttérben a fővonal, ahogy látjátok, most vagy el egy fölött. Kettő fölött. És errefele kell tovább menni. Na, ez volt a dzsungelharcosabb része. És valahol itt jöhetett a régi nyomvonal, itt átjöttünk egy műúton, ami frissen van aszfaltozva, és lehet, hogy az az út akkor nem is volt még itt, amikor még erre jött a vasút. Mert ugye a másik helyen az új nyomvonal az már ugye felüljárót építettek oda az útnak. De itt valahogy de errefele kell jönni, az biztos. Ugye ott van az a villanyvezeték, az is valószínűleg a faluba fele megy. És ott már Szárligeten vagyunk a bírósodon, és a egykor a vasút az itt jött, és itt a Vasút utca mellett, és itt már ráfordult a mostani nyomvonalra, és egészen az állomás az ugyanott volt akkor is. Akkor a Szádligeti állomás után a régi nyomvonal, ennyi maradt belőle, és ugye itt ment tovább. És ráadásul ez még meg is volt még utána évtizedekig, mert ugye a bauxit bányát ki kellett szolgálni. És akkor itt megy tovább a gazba. És egy kicsivel arrébb még lesz egy hídmaradvány, meg sinek. De az majd a kicsi ott arrafele, ahol a műutat keresztezi. De az még meg lesz ma, terv szerint. És hát itt meg már az új nyomvonal. Hát, ugye Szádliget állomáson, ugye ott nem változott a nyomvonal. Ugye aztán az első két vágány volt az átmenő, nem most ott a hátsó 3-4. De nagyjából ennyi volt az összes. És a régi nyomvonalnak a hídja. Hát már csak az egyik van meg. De ugye látszik elég széles, tehát ez egy kétvágányos vonal volt már itt is. Nem? Tehát itt két ilyen híd volt, de... Hogy az egyiket miért bontották el, és a másikat miért nem, ezt nem lehet tudni. És itt van a másik oldalról. Ilyenként valószínűleg ezt azért nem szedték föl, mert ezzel szolgálták még ki a bauxitványát, és akkor utána később már magát a hittestet nem bontották el. Hát ameddig nem okoz gondot itt a közúti közlekedésben, addig nem is fogják szerintem. De látszik egy 4,2 méteres magasságkorlátozó. A töltés tetején. Bazaltkövek látszanak, ott van a híd. Nem tudom, át lehet-e rajta menni. És közelebbről azért még megnézem. Hát akkor nagy nehezen a másik oldalon. Itt van egy oszlopcsónk, ennyi biztos megvan azt, és a térkép szerint itt még valahol sinek is vannak, ott egy... Az oszlopcsónk az megvan. Meg itt a talfáknak a helye is látszik, itt a hóba is. És akkor te mellette pedig itt valahol el lehet menni, ott van még egy oszlopcsónk. És itt van a nyomvonal, és ezt nézzétek, még van egy szelvénykő. Hoppá! Közepe egy 4-es. Többi már lekopott. És csak ugye itt csak a sineket szedték fel, az aljakat nem. Hát itt tényleg ameddig működött a bánya, addig még ezt a vonalat össze életbe tartotta, és utána akkor már a beton aljakat itt hagyták, csak a sineket szedték fel. És így viszont még egész sokáig járható. Ott a következő oszlopcsunk. És állítólag itt még sinek is vannak. Valahol. Hát azt eddig még nem láttunk, de van. Másik oldalt is megvan az oszlopcsónk. Na, innen már érdekes, hát nem tudom, eddig lehet így elmenni. Szerintem csak a bányáig.